Nagy sikert aratott a Kolónia Alapítvány virágültető programja, melyet követően ösztöndíjprogramot hoztak létre a tanév során jól teljesítő diákok számára. Az idei évben az alapítványunk egy pályázatot nyújtott be a civil alaphoz, amely kedvező elvirrásban részesült, így 8.144.500 forint támogatásban részesítette az alapítványt. Ezt az összeget a város szépítésére, illetve a működésének a segítésére használhatjuk fel, így többek között ösztöndíjpályázatra is. A pályázatnak az a célja, hogy támogassuk a tehetséges tanulmányi eredményekben kiváló, illetve a sport, kulturális vagy egyéb területen kimagasló teljesítményt nyújtó tanulókat. Amiután megszereztük az anyagi forrásokat, a 2021-22-es tanévre kiírtuk a tanulmányi ösztöndíj pályázatot. Ez a tanulmányi ösztöndíj pályázat, ez 20.000 forintot fog jelenteni egy tanulónak, ami szabad felhasználású. A pályázati kiírás az megjelent a Bonyhád városnak a hivatalos honlapján, ahol a jelentkezési lap is letölthető. A jelentkezési határidő június 30-a. Alapvető feltételek, hogy bonyhádi lakóhelyen rendelkező legyen a tanuló, illetve hát a közigazgatási területileg Bonyhádhoz tartozó részeken lakók is természetesen pályázhatnak. 4,8 tanulmányi eredményt el kell érnie. Feltétel, hogy ne legyen rosszabb az átlaga az előző évnél. Ezen kívül, amit még mondtam, hogy valamilyen területen még jó eredményt kell, hogy elérjen. A pályázathoz szükséges űrlapok és nyomtatványok a város honlapjáról tölthetőek le, melyeket a városházán kell majd kitöltve leadni. Ehhez szükségesek bizonyos feltételek még az, hogy iskolalátogatási bizonyítvánnyal igazolja, hogy valóban jár a bizonyítványának a másolata, hogy valóban ezt az eredményt érte el, ugye, hogy mivel ne legyen rosszabb a tavainál, akinél ez számításba jöhet, mert egy kilencedikes is beadhatja, és ott ez nem mérvadó. Tehát a személyi adatait, ami a személyét igazolja, ezeket mind csatolni kell. És hogyha sikeres lesz a pályázata, amit tehát egy kuratóriumi tagok és én, mint elnök meg fogunk tekinteni, értesítjük majd a tanulót, és ünnepélyes keretek között az augusztus 20-ai ünnepségen kerül átadásra a díj, ezzel is érzékeltetve, hogy számunkra ez egy fontos, és ő is érezze azt, hogy az egész város előtt egy megbecsülést kap azzal, hogy egy ilyen ünnepség keretében kerül átadásra számára a díj. Az előző évek tapasztalati adatait figyelembe véve, mivel elég szigorúak azért a kritériumok, mert ez elég magas tanulmányi átlag, a tavalyi évben 5-en pályáztak, mind az 5-en sikeresek voltak, és még ezt a mércét, amit mi megadtunk, még túl is teljesítették, mert sok volt benne a kitűnő tanuló. A szakközépiskolában, szakmunkásképzőben és a gimnáziumban tanulók 9-től 12. osztályos korig jelentkezhetnek az ösztöndíjra. Erre az egyetemisták nem jelentkezhetnek, számukra egy másik városi ösztöndíj teszi lehetővé azt, hogy ők sem maradjanak ki abból, hogy aki jó tanulmányi eredményt elér, vagy szociálisan rászorul, az részesüljön valamilyen juttatásban. A tanulmányi ösztöndíj pályázaton kívül, ami szintén most határidős volt, a Virágos Bonyhádért pályázat, amire a lakosság, illetve vállalkozók, intézmények jelentkezhettek. Ezt még megteheti bárki, aki szeretné, nem késett el, mert most végezzük a helyszíni bejárásokat, fényképeket készítünk, és ezeknek a díjaknak is az átadására augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor. A Kolónia Alapítvány nem csak a város szépítéséről, hanem a kiemelkedő eredményeket elérő diákok jutalmazásáról is gondoskodik.